Feladata a Kocsányi tanár úrnak, hogy az én fejemen kalapáccsal diót tör. Az lenne a kérdés, hogy valami utómódon, ha más nem fejbiccentéssel meg kéne mutatni nekik, hogy ez tényleg kalapács, az meg tényleg dió. Itt ebben van? Ott vannak a diószemek. A kalapáccsal való diótöréshez annyit fogok én használni, hogy a fejemre teszek egy 5 kilós mérlegsúlyt, és ezen a mérlegsúlyon fogja a Kocsányi tanár úr megtörni a diót. Annyit kell tudni róla, hogy én az ujjammal csak így oldalá lecsúszás ellen fogom megvédeni. A fizika kísérleteknek fontos dolga, hogy ismételhetőnek kell lenni, tehát nem csak egyszer, hanem akár többször is. És akkor az lenne a kérésem, Laci, hogy most próbálj meg akkorát ütni, amekkorát mersz rá. Jó, hát akkor az ujjamat fogom eltalálni, ezt ismerem. Igen. Úgy is van. Jó? Akkor a fizika kísérletekkel kapcsolatos a leglényegesebb dolog, hogy mindenkinek egyformán kell sikerüljön, úgyhogy Kocsányi tanár úr lesz a következő, aki kísérletet fölcserélve is működnie kell. Ugye a kísérlet arról szól, hogyha valaki már tör diót, tudja, hogy a diótöréshez nagy erő kell, általában nem túl hosszú ideig szükséges a diót erőhatásnak kitenni ahhoz, hogy ez megtörjön, és ez alatt, az idő alatt, ez az erőhatás és a hozzátartozó idő alatt, figyeljék meg, hogy a Kocsányi tanár úr fejé meg sem moccan ez a vastömb, éppen ezért úgy is mondhatnánk, hogy nevetve viseli a ráró terhet, akár önmagában is ütögethetjük a vastömböt, hiszen ha megnézik, akkor a vastömbünk az ugye 5 kg tömegű, kalapácsunk az egy 4 kilós kalapács, tehát hogyha én egy nagyot ütök rá, figyeljék meg, szinte meg sem moccan, tehát igazából az erőhatást ilyen értelemben nem tudjuk továbbadni, közvetíteni. Közvetlen ezután következik az a kísérlet, amely főszereplője ez a fahenger, körülbelül 1 kg tömegű, a másik főszereplője egy cérna, ilyen cukorspárga. A cukorspárgából fogok csinálni egy akasztót, és ennek az akasztónak a segítségével föl fogjuk lógatni a fahengert. Ugye két ilyen hurkot kötök, az egyiket majd ide föl fogom kötni az asztalra rögzített laborpálcára. A laborpálcán történő rögzítés, ha megvan, akkor még egy madzagot fogunk rögzíteni, pontosabban készíteni, és akkor tessék megfigyelni, hogy erre a spárgára fogom fölakasztani a fahengert, és a fahenger másik alsó felére is kötünk egy madzagot. Ugyanabból az anyagból. Általában az szokott lenni, hogy megkérdezik, hogy miért nem csinálom meg előre a spárgát, az előadás előtt ott a szertárba. Megtehetném, de ezzel is mintegy azt akarom megmutatni, hogy semmi válogatás nincs. Tehát amikor ezzel a madzaggal kísérletezünk, akkor feltételezzük, hogy a madzagunk hosszában állandó minőségű, ha úgy tetszik, homogén, és hát egy ilyen madzaggal ez a kísérlet nagy biztonsággal bemutatható. Tehát ide alulra is kötöttem egy madzagot, és akkor a fizika tudásunk, amelyet megszereztünk a segítségével, föladok magamnak egy házi feladatot, vagy egy itteni elvégzendő feladatot, előre meg fogom mondani, hogy hol akarom eltépni a madzagot, és a madzag ott fog elszakadni, ahol én akarom. Ez a kísérletnek a lényege. Ugye két madzag van, egy felső, meg egy alsó, és akkor azt mondom, hogy először szakadjon el alul a madzag, és figyeljék meg, hogy a madzag elszakítását ezt úgy lehet megtenni, fogja az ember, rátekeri a kezére a madzagot, így, és akkor ezt a madzagot, amit rátekertem, egy hirtelen nagy lendülettel elszakítok, és akkor ez a madzag, ahogy megígértem, alul fog elszakadni. A következő szakításban viszont azt szeretném, hogy a madzag fölül szakadjon el, és akkor tessék észrevenni ebben a fizika óránkhoz
a tehetetlenséghez tartozó témakörné tartunk. Én ezt egyenletesen egyre nagyobb erővel húzom, és figyeljék meg, hogy most fölül szakadt el a madzag. Ha valaki utána akar számolni, hogy mi ennek a magyarázata, nagyon egyszerű dolga van, hiszen az első esetben, amikor hirtelen megrántottuk ezt a madzagot, akkor meg tudjuk mondani, hogy mekkora erő volt a felső madzagban, meg az alsóban. A felső madzagban csak és kizárólag a fahengernek a súlyereje, mint egy 10 newton nagyságrendű, és amikor én megrántottam, akkor gondolják meg, hogy nagyon hirtelen szerettem volna fölgyorsítani, ehhez a gyorsításhoz erő szükséges, és tulajdonképpen ez az erő azáltal, hogy ennek a fahengernek tömege van, nem adódott át a felső madzagra. Abban az esetben, hogyha szép lassan húzom egyre növekvő erővel, akkor pedig az fog történni, hogy az én izomerőmhöz a lassúság miatt hozzáadódik a fahasáb súlyereje, és a fahasáb súlyereje, tehát akkor 10 newtonnal nagyobb erő lesz itt fölül, ezért az ott fog elszakadni. Ez gondolom teljesen világos. Jön a következő kísérlet. Most fogjuk magunkat és kicseréljük az asztalt. Még mindig a tehetetlenség törvényénél tartunk. És ezt úgy helyezem el, hogy lehető legjobban lásson a... Ugye két kamerával vesszük, ott hátul van fönt egy, és van itt egy. A kísérlet főszereplője ugye 4 darab fahenger lesz, és egy ilyen törle is pezsgős üveg. A feladat az lesz, hogy ezt a törle is pezsgős üveget helyezzük le az asztalra, anélkül, hogy hozzáérnénk. Ez a feladat. Hát ugye azt szeretném először megmutatni, hogyha ezzel a laborpálcával szép lassan tolom, akkor ez a szerkezet együtt mozog. Ez a szerkezet ugye 4 darab fakorongból áll. Ezeket a fakorongokat szépen egymásra helyezem, és ugye a legalsónál fogva mozgatom, és akkor mindenki érti, hogy együtt mozog az egész. Abban az esetben, hogyha nem ilyen egyre növekvő erővel szép lassan, óvatosan tologatom, hanem fogom is így... Hoppá. Kicsit be vagyok szorítva itt a kezem, itt ebbe az irányba, annyira tud mozogni. Mindegy, megismételjük a kísérletet. A nem sikerült kísérlet miatt jobban fognak emlékezni a kollégák erre. Várjál, az nem az. Ez kéne. Aha. Nem hiszem. Följebb ne húzod, mert akkor nagyon világos lesz a háttér. Úgy? Tehát az... Jó, már megy a kínűzőt. Amint látják ezeket a korongokat, egy mozdulattal ki lehet ütni. Ezek a korongok, majd később összeszedjük őket, ezek a korongok, ha megkérdezi valaki, hogy pontosan miért is lehet a kísérletet így elvégezni, hát nagyon egyszerű dolgunk van. Képzeljék el, hogy amikor én ezt a korongot megütöm, akkor a fölötte levő korong, meg ez a korong közötti surlódó erő lesz az, ami maximálisan tudja gyorsítani ezt a... korongot, illetve a fölötte levő pezsgős üveget. Az az idő, amíg én ezt a korongot kiütöm, nagyon kicsiny, és ez a kicsiny erő ebből a rövid idővel azt fogja eredményezni, hogy szinte alig látjuk, hogy megmozdul a pezsgős üvegünk. Figyeljék meg, hogy azt kell most megnézni, hogy ez oldalirányban mennyit mozdul el. Hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy szinte alig mozdul el, és hát megint a kísérletünk nem másról szól, mint a testeknek a tehetetlenségéről. Ja, általában azt lehet mondani, hogy a testek tehetetlensége az néha jól jön nekünk, néha pedig nem jól jön nekünk. A jól jön akkor, amikor például az ember fotballozik, és szeretne ellökni valakit, akkor ugye jól jön az, ha az embernek a tehetetlensége nagy, de hogyha ugyanez az ember biciklivel egy downhill versenyen vesz
részt, és már nincs féke, akkor nem annyira örül a testének, a tehetetlenségének. No, akkor a tehetetlenségi erőkről szeretnék egy keveset mondani. Ezek a tehetetlenségi erők azok, amelyek nyugvó koordináta rendszerben, ha úgy tetszik, inercia rendszerben sohasem ébrednek. Éppen ezért aztán egy olyan koordináta rendszerben fogjuk elvégezni az eszközeinket, tehát további kísérleteinket, amelynek főszereplő egy ilyen forgatógép. Figyeljék meg, hogy ezt a kart elkezdem forgatni, akkor az áttételnek megfelelően lényegesen nagyobb fordulatszámmal fog forogni, mint amit a kezem mert tudunk itt létrehozni. Hát ugye nézzük az első kísérletet, a geoid modell, ez a név a kísérletnek a neve. Volt szó róla az órán. A geoid modell, az nézzék meg, négy darab acélrúgó, úgy van kialakítva, hogy az alsó része egy ilyen koronghoz hozzá van rögzítve, a koronggal együtt kell forogjon, a korong együtt kell forogjon ezzel a tengellyel. A felső része úgy szintén rögzítve van, viszont ez a része, ez itt szabadon elmozdulhat ebbe az irányba. Figyeljék meg, hogyha lassan forgatom meg, akkor ezek a laprugók, vagy ezek a rugólapocskák, ezek a térből kivágnak egy szabályos gömböt. Úgy van megcsinálva. Ha fordulatszámot elkezdjük növelni, egyre nagyobb és nagyobb fordulatszámot teszünk, akkor azt látjuk, hogy ez a geoidunk, ez lapul, pontosabban ez a gömbünk, ez lapul, és egy geoid formát vesz fel. Ugye a geoid név, az magyarázatra szorul, hát a Földünk is forog, tudják, hogy egy nap alatt éppen egyet fordul. Ez azt jelenti, hogy ez a fordulat, ugye a forgás eredményeként a testre, a Földre erő hat, és hát ez az erő, ez deformálni fogja, egy úgynevezett lapult gömböt, egy geoid alakot fog fölvenni a Föld is, ugyanúgy, mint ez a rugókból elkészített eszköz. Azt szeretném elmondani, hogy általában nagyon fontos dolog az, hogy amikor az ember itt a fizika órán, esetleg laboratóriumban fizikát kísérletez, fölteheti a kérdést, hogy és meddig érvényesek a fizikai kísérletek, amelyeket itt elvégeztünk. Hát a következőkben azt szeretném elmondani, kinézek így az ablakon, mostanában ne menjenek csillagvizsgálóba, tehát a mai este ez biztos, hogy nem lesz jó, meg talán a holnap is, de esetleg elmennek és megkérik azt, hogy például a Jupitert szeretnék megnézni, és a Jupiterről esetleg egy távcső segítségével egy fényképet tudnának csinálni, akkor el lehet a fényképpel vonulni, ezt lehet vizsgálódni rajta, és ha megnézik, akkor a Jupiternek is egy geoid alakja van. Ez azt jelenti, hogy ez is egy lapult lesz, nem túlzottan könnyű kimérni, tehát egy nem túl nagy felvételen, nagy felbontású felvételen biztosan nem fogják meglátni, de hogyha a NASA-tól ilyen Jupiter képet varázsolnak, amelyek ilyen szép nagy felbontások, ott bizony jó pár százalék lapultságot lehet megállapítani. Ez azt jelenti, hogy innen egy állókép segítségével a Jupiterről meg tudjuk állapítani, hogy forog. Mégpedig pontosan ezeknek a kísérleteknek a segítségével. Nem tudom, mennyire világos. Csak egy érdekességként mondom, ugye tudják, hogy Jupiter a legnagyobb bolygója a naprendszernek, azt kell tudni, hogy a lapultsága olyan nagy mértékű, hogy a lapultság helyén éppen elférne mind az északi, mind a déli pólusán a Földünk. Tehát ez egy nem kis lapultság, de a Jupiterhez képest az nem túl nagy. Tehát ugye a kicsi és a nagy, az többnyire relatív. A következő eszközünk az úgynevezett centrifugál regulátor nevet viseli. A centrifugál regulátor az egy mechanikus szerkezet, hogyha a gépészmérnökök lennének, akkor mondanám, hogy vegyék észre, hogy itt van benne síkbeli csuklóból, íme itt van négy darab, tehát itt fent kettő, lent kettő, meg itt még középen is kettő, vagyis hat darab. Van két röpsúly, ezeket a röpsúlyokat látják itt, és ezen kívül még statikai rudakat lehet benne találni. Ezeknek a szerkezeteknek az a feladata, hogy a forgás sebességét szabályozzák. Nézzék meg, hogy hogyan történik mindez.
Amikor elkezdem forgatni, tehát a forgatás előtt, a röpsúlyok a saját súlyuktól fogva ebbe a helyzetbe fogják állítani a centrifugál regulátorunkat. Ha elkezdjük forgatni, akkor a röpsúlyokra a forgó koordináta rendszerben föllépő tehetetlenségi erők fognak hatni, és ezek ezt a szerkezetet az ő saját szabadságai foka mentén egy ilyen lehetőségnek teszik ki. Tehát vegyék észre, hogy minden fordulatszámhoz fog tartozni ennek az eszköznek, amit itt alul látnak, ez a kulissza nevű berendezés. Ez a kulissza berendezéshez tartozik minden fordulatszámhoz egy magasság. Abban az esetben a fordulatszám nulla, akkor jön a legalsó helyre, és van egy pont, aminél följebb már nem tud menni, de ez gondolom teljesen világos. Nos, hogyan is működik a centrifugál regulátor? Ha van egy gép, aminek szeretnénk a fordulatszámát szabályozni, először James Watt használt egy ilyen eszközt, csak szeretném elmondani, hogy James Watt gőzgépe volt az, amelyikhez a történelemben azt a pillanatot fogjuk tenni, hogy itt indult az újkor. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, önök talán történelmből emlékeznek, valószínűleg senki nem annyira barbár, hogy csak a mechanikai, vagy értem, a mérnöki tudományokkal foglalkozik, tudják, a történelem is nagyon fontos. No, tehát az a lényege, hogy James Watt úgy használta ezt a centrifugál regulátort, hogy ehhez a kulisszához, egy elmés szerkezettel hozzákötötte a gőzszabályzó szelepet. Tehát ugye úgy nézett ki a gőzgép, hogy volt egy kazán, előállították a gőzt, egy szelepen, egy áramlási keresztmetszetet beállító szelepen keresztül vezették a gőzgéphez, és minél több gőz érkezett, ugye annál nagyobb volt a gőzgépnek a teljesítménye, ha úgy tetszik, a fordulatszáma. Nos, abban az esetben, hogyha ez a gőzgép túl nagy fordulatszámmal jár, akkor az alternáló mozgás végző alkatrészek, úgy mint a taszítófej, a dugattyú, stb. Ezek a szélső holdpontokon igen nagy gyorsulásnak vannak kitéve, és hogyha egy kritikus értéket meghalad a fordulatszám, akkor ezek a gépek saját magukat képesek szétszakítani. Nos, hogy ez ne következzen be, ezért James Watt azt mondta, hogy az alsó helyzetben legyen teljesen nyitva a gőzszelep, és ahogy a fordulatszám növekszik, figyeljék meg, a gőzszelep egyszer csak teljesen elzáródik, erről gondoskodik a centrifugál regulátor. Na, tulajdonképpen ennek a segítségével nagyon jól be lehet határolni, egy megadott fordulatszám fölé nem fog kerülni a fordulat. Egyébként ezt szokták hívni a gépészetben traktorszabályzónak is, mert az egyszerűbb ilyen teljesen mechanikusan működő traktorok, tehát ugye ezek most egyre jobban tűnnek el, már minden gép elektronizálunk, azokban egy ilyen szelep volt az, amelyiket be lehetett állítani a traktornak a fordulatszámát, és ugye gondolják meg, hogy amikor a traktor megy, akkor hol könnyebb, hol kevésbé könnyebb körülmények között szánt, legyen az nedves, vagy porszáraz, vagy emelkedőn, vagy lefelé, és az nagyon fontos, hogy egyenletes sebességgel jár a traktor. Ez a szelep, ez önmagát, vagy ez a fordulatszám szabályzó önmagától képes arra, hogy szabályozza a fordulatszámot, mégpedig nagyon jól. A következő eszköz, amit meg fogunk vizsgálni a forgató szerkezetben, egy nagyon elmés szerkezet, ez az erőmérésre szolgál. Az erőmérést úgy tudjuk elvégezni, hogy itt van egy rúgó ebben a tokban, hogyha ezt a golyót ebbe az irányba elhúzom, akkor szerintem jól látszik, hogy itt van egy rúgó. Amikor a rúgót én elengedem, akkor ugye alaphelyzetbe húzza vissza ezt a golyót, vagyis amikor a forgatás közben ezt az eszközt én meg fogom forgatni, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a golyó nagyobb sugárra kerül, és nem csak a nagyobb sugárra kerül, azt is láthatjuk, majd otthon, ha van kedvük, akkor állítsák meg egy pillanatra megfelelő állásban ezt a képet, és fogják látni, hogy a rugó meg van nyúlva. És a rugó megnyúlásával meg lehet tudni mondani, hogy mekkora erő ébredt ebben a forgásban, ebben a forgás állapotban. Természetesen, hát az menet közben leolvasni nem egyszerű, de, és itt most mutatok megint egy nagyon zseniális gépészeti trükköt, az úgynevezett vonszolt mutatós erőmérőt.
Azt nézzék meg, hogy itt van ez a golyó. Ez a golyó, amikor ebbe az irányba mozdul el, itt van maga az erőmérő, így. Amikor az erőmérőnket lenullázzuk, ez egy ilyen kis fémnyelvecske, akkor ez az erőmérő, amikor elmozdítja ezt a nyelvecskét, és a nyelvecske a mindenkori legnagyobb értéken maradott. Tehát tulajdonképpen meglátjuk azt, hogyha innentől idáig elvonszoltuk mi magunk ezt a golyót, akkor ekkora erő kellett hozzá. Amikor megforgatjuk, akkor meg tudjuk mondani, hogy ezen a fordulatszámon mekkora volt a maximális erő nagysága. Mondom, útják az eszközt, hogy vonszolt mutatós erőmérő. Ilyen maximum-minimum mérőt hőmérőben is használnak. Tehát igazából ez egy nagyon zseniális szerkezet. Képzeljék el, hogy akkor is lehetett ezzel már dolgozni, amikor még nem volt olyan, hogy a videókamerát rászereltük erre az egész forgó berendezésre, és együtt forgott, és azt képes volt fölvenni. Tehát úgy is mondhatnánk, hogy az egyszerűbb módszerek között is van erre mód, hogy megolvassuk, hogy mekkora a tehetetlenségi erő. A következő eszköz körbejárja azt a kísérletet, azt a kérdést, hogy ha van egy forgó koordináta rendszer, egy forgás szögsebesség, akkor mekkora lesz az erő egy adott testre. Ugye itt két testet fogunk látni, egy kisebbet, egy kéket, egy nagyobbat, egy vöröset, és amikor ezt megforgatjuk majd, akkor mivel ugye a kettő test össze van kötve, ezért amelyikre nagyobb erő fog hatni, az el fogja a másikat rántani. Tehát figyeljék meg, megforgatom, és szinte azonnal látjuk, hogy a vörös, a nagyméretű vörös elvonszolta a kisebb kéket. Természetesen, hogyha valaki jól ismeri a képletet, úgy is mondhatnánk, hogy a képletet nem csak megtanulta, bebiflázta, hanem itt fejben így képben van, akkor azt is el tudjuk érni, hogy egy másik indítás alkalmával nem a nagy és vörös fogja elrántani a kis kéket, hanem a kis kék fogja elrántani a nagy és vöröset. Természetesen, ha valaki megkérdezi, hogy a képlet mit is mond, már ez saját magának teszi fel a képletet, hogy mit mond, a kérdést, hogy mit mond, akkor azt kell mondani, hogy ugye erre a testre, meg a másikra is, ha megegyezik a szögsebesség, akkor a tömeg és a középponttól elfoglalt, mért távolság lesz az, amelyik szerepet játszik. Abban az esetben, hogyha ügyesek vagyunk, akkor meg lehet azt is tenni, hogy ez a két erő éppen egyenlő legyen. Ehhez csak annyit kell tudni, hogy ennek mekkora a tömege, ennek mekkora a tömege. A két tömegnek lesz egy eredő tömegközéppontja, ezt az eredő tömegközéppontot kell betenni a forgás középpontba, így, és ebben az esetben, ha megforgatjuk, akkor egyik se rántja el a másikat, hát ez nem minden esetben sikerül elsőre, de talán most egy kicsit, igen. Tehát ha megfigyelik, akkor ebben az esetben nyugalomban marad, és hát ugye az azt jelenti, hogy a kísérletünkkel kicsit jobban tudtuk megértetni azt a képletet, ami a forgó koordináta rendszerben föllépő tehetetlenség erőnek a kiszámítását adja. Na most, azt kell mondjam, hogy a következőben szeretnék megmutatni egy másik eszközt. Ezt úgy hívják, hogy centrifugál szeparátor. A centrifugál szeparátor, amit most mi használunk, az egy modell, tehát nem így néz ki az ipari centrifugál szeparátor, ez egy gömb alakú lombik, amelyet meg tudunk forgatni. Ebbe a gömb alakú lombikba két folyadék található, ez a két folyadék a higany és a víz. Teljesen mindegy, hogy melyiket töltjük be előre, először, ugye az biztos, hogy úgy fog rendeződni, hogyha ezt magára hagyjuk, hogy az alacsonyabb helyen fog elhelyezkedni a nagyobb sűrűségű, és fölötte lesz a hígabb. Ez azt jelenti, hogy a Földnek a gravitációs tere, az rendezni fogja a folyadékokat sűrűség mentén. Természetesen most nem akarnék arról beszélni, hogy a folyadékok, a higany, illetve a víz másképpen
nedvesíti, az egyik nedvesíti, a másik nem nedvesíti az üveget. Tehát a folyadékfelszín szélén egy kicsit ez még bonyolódik ez a helyzet, de mondom, ez most ennek az eldásnak nem témája. Most ugye nyugalomban van mind a két folyadék vízszintes felszínű, így alakul ki a vízszintes, hogy a mindenkori eredő gyorsulása lesz merőleges a folyadék felszíne. Most nézzék meg, hogyha elkezdjük ezt forgatni, egyre nagyobb és nagyobb fordulatszámmal járatni, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy ezek a folyadékok megváltoznak, az alakjuk is megváltozik, meg a helyük is. Ahogy a fordulatszám egyre nagyobb és nagyobb lesz, ennek eredményeként nézzék meg, a kezdeti helyről elvándorolnak ezek a folyadékok, és a kezdeti helyről az egyenlítőre, a gömbnek az egyenlítőre jöttek föl ezek a folyadékok. Még nagyon izgalmas az is, hogy miközben ezek a folyadékok ide följöttek, aközben a vízszintes folyadékfelszín először egy forgásparaboloidot vesz föl, és ez a forgásparaboloid ez folyamatosan megmarad, csak ugye először csak a parabolának a legalján lesznek, és később már jóval följebb. Megmutatom még egyszer, tehát szép lassan forgatjuk ezt a gömböt, a gömb surlódás révén mind a két folyadékot megforgatja, és amint látják, mind a két folyadék az gyakorlatilag a gömbnek az egyenlítőire kerül föl. Természetesen miközben ezt nézik, sok mindenre gondolhatnak, de például azt is végig gondolhatják, hogy vajon mekkora lett itt a gyorsulás ebben a kísérletben. Ugye kezdetben vala a gyorsulás, az ugye a Földnek a gravitációs gyorsulása, illetve a G, a Földnek a gravitációs gyorsulása, az folyamatosan állandó érték. Amikor elkezdjük ezt forgatni, akkor ehhez a függőleges irányú G-hez egy vízszintes irányú centripetális gyorsulás adódik, és az a vízszintes irányú centripetális gyorsulás, ez tulajdonképpen nagyon jó követhető abból, hogy megnézzük a folyadék felszínét. A folyadék felszínének a szögét hasonlítsuk a vízszinteshez, és akkor ebből meg tudjuk mondani, hogy mekkora a két gyorsulásnak az aránya, a függőleges irányú gravitációs gyorsulás, illetve a vízszintes irányú centripetális gyorsulás. Abban az esetben, ha megnézzük még egyszer, most már tudjuk, mit kell megnézni, akkor nézzék meg, nem túl nagy a fordulatszám, mégis az eredő gyorsulás az majdhogy nem függőleges lesz, pontosabban az eredő folyadék felszín, vagyis ugye az összes folyadék ide került, ez azt jelenti, hogy ide húzunk egy érintőt, akkor azt fogjuk látni, vagyis azt mondhatjuk, hogy ennél a nem túl nagy fordulatszámnál is már, a gravitációs gyorsulásnál lényegesen nagyobb gyorsulást tudunk létrehozni, eredő gyorsulást, és ezért hívják ezt az eszközt centrifugál szeparátornak, mert ha van egy olyan folyadékunk, amely több komponensből jól el van keveredve, akkor ebbe a centrifugál szeparátorba betesszük, akkor az a nagyon nagy gyorsulás hatására a különböző komponensek gyorsabban, sokkal-sokkal gyorsabban fognak szétválni. Az egyik ilyen gyakorlati alkalmazás, amit szerintem mostanában a pandémia idején sokkal többet veszünk, ugye az a vérvizsgálatok. A vérvizsgálatoknak, a vérnek a komponenseit szeretne az ember tudni, akkor ugye az beteszik egy centrifugába, megcentrifugálják, és akkor rögtön az arányokat meg lehet látni, illetve hát a teipar használ elsősorban nagy szeretettel centrifugákat, ugyanis a tejnek a különböző komponenseit szét lehet szedni. A gazdagabbaknak kiszedik a tejnek a kisebb sűrűségű részét, a hígabbat meg odaadják nekünk, akarom mondani a fizikailag sűrűbbet, amiben kevesebb lesz már az eredeti tejből, de még az is továbbra is fehér. Ezt persze vehetik félig meddig viccnek, de csak félig viccnek. A centrifugál szeparátorral kapcsolatosan annyit szeretnék elmondani, hogy egy centrifuga, amely ilyen ipari centrifuga, az ott kezdődik, hogy körülbelül a Föld gyorsulásának, tehát a G-nek a 2000-szeresét tudja a legsatnyább centrifuga, és ezt most idézőjelben mondom. Itt a Műegyetemen, a vegyészkaron van volt, most nem tudom milyen állapotban, van egy 60 ezres
centrifuga, egy ultracentrifuga, amelyben 60 ezer gét tudnak létrehozni. Ez nem kis dolog. Tessenek végiggondolni a következőt. Abban az esetben, hogyha a centrifugánk, tessenek jó figyelni, egy pici ábrát fogok rajzolni, hogy megértsék. A centrifugánk az nagyjából úgy néz ki, ugye van a tengely, ami körül fog ez forogni, ez a két kar, amelyben ide belehelyeznek egy furattal, egy csapágyazott furattal, betesznek ide egy ilyen forgó részt, és akkor ide be tudják helyezni ebbe a részbe a kémcsövet. Ugye, amikor ez elkezd forogni, akkor e körül a pont körül, amit ide bejelöltem, ez szépen fogja magát, így kinyílik, és amikor nagy fordulatszáma van, akkor ez így helyezkedik el, és aztán biztosan nem fog kifolyni a kémcsőből a folyadék. Ugye, tehát itt van benne a folyadék kezdetelején, itt ezeken a részeken, és akkor ugye itt pedig így fog elhelyezkedni. Ezt gondolom mindenki el tudja képzelni. Ami miatt ezt az egészet mondom, ugye e körül így ebbe az irányba forog. Amit mondom, figyelnek meg, itt van egy kémcső, így szépen főrajzoljuk. Itt van benne a folyadék. Ennek a kémcsőnek a legalján, ugye van egy H magassága, itt a legalján a hidrosztatikai nyomás az a rószor G-szer H szorzattal határozható meg. Most gondoljanak utána, hogyha a G-nek az értékét 2000-szeresére vagy 60 000-szeresére fölnöveljük, akkor mekkora lesz itt a hidrosztatikai nyomás? Ugye a normál esethez képest 2000-szeres, 60 000-szeres, vagyis az ilyenfajta kémcsövekkel igen komoly elvárásaink vannak, hogy ezt a hidrosztatikai nyomást is ki kell majd bírja. Hogy is lehet megcsinálni egy üvegkémcső, ezt kibírja? Gondolják utána, megint a fizika tudásunk lesz az, amelyik ebben segít. Természetesen nem az van, hogy veszünk irgalmatlan, drága, ilyen, meg olyan, meg amolyan típusú üvegeket, hanem egész egyszerűen azt gondoljuk, hogy itt van ez az edény, amiben beletesszük ezt a kémcsövet. Ez az edény itt egy kicsivel nagyobb átmérőjű, mint a kémcső, és ide, erre a részre, direkt ilyen kicsit ferdén rajta, beöntünk vizet. Vizet, így. Ebben az esetben, hogyha ezt ide betesszük, akkor itt is fog ébredni akkor a hidrosztatikai nyomás, meg itt is, és tulajdonképpen így tehermentesíteni tudjunk a kémcsövünk falát. Ez a rész, amit itt látunk, tehát ez az egész, ami ez a része itt, ugye ez, amelyik itt szépen így kihajol, ez viszont lehet egy vastag acél vagy alumínium falú tárcsa, inkább alumíniumból csinálják, már a kisebb a tömege, és ugyanúgy elbírja a dolgokat. Tehát az nagyon fontos, hogy amikor egy ilyen centrifugál szeparátorban az manifestálódik magba, hogy 2000 G, akkor gondoljanak utána, hogy ezzel együtt az itteni eszközöknek is ki kell bírni mindazt. Képzeljék el, ha egy ilyen alkatrész elszabadul, akkor az milyen rombolást tud elvégezni. Ha nagy Isten, rákeresnek egy ilyen centrifugára, hogy hogy néz ki, hát mert nézzék meg, hogy milyen robosztusra van megépítve. Nem csak a forgó rész, hanem ami körülötte van, már véletlenül valami havária van, akkor ne a blikbe kerüljenek be, hanem csak esetleg hívni kell a szerelőt. Ez egy nagyon fontos dolog. A következő, amit még a forgó koordináta rendszerekben szeretnénk megmutatni jelenséget, az egy ennél még sokkal izgalmasabb. Van itt nekünk egy korongunk. Figyeljék meg, ez a korong, ez függőleges tengely körül megforgatható, és az egyik felét én bekormoztam, és amikor én ezt majd megforgatom, tehát ez a forgatás, ez lehetséges, akkor itt van egy indítóállomásunk. Tehát nézzék meg, van itt egy indítóállomás, ebbe az indítóállomásba helyezzünk el egy golyót. Az üveget vedd el, Karcsi, az üveget vedd el. Van itt másik golyó is. Itt van ez a golyó. És ezt a golyót, amikor én elindítom a forgó részt, akkor fogom tudni majd elindítani, amikor nagy fordulatszámmal forog. Tehát megpörgetjük kellő fordulatszámra, így, kinyitom. Jó, a
azt majd kiszedjük, szerencsére van másik golyó, de tudom, hogy hol a másik. És most tulajdonképpen azt fogom tenni, hogy megindítjuk a másik irányba is. Most éppen figyeljék meg, hogy ellenkező irányba forgatom. Megforgatjuk. És... az meg ott jó helyen van. De ami biztos, biztos. Ezért én ezt összeszedem. No most, ami miatt ezt az egészet elvégeztük, az nem más, mint hogy szeretnénk megtudni, hogy mekkora és milyen nyomot hagyott maga után ez a két golyó. Egész közel jövök, egyrészt a kamerát segítendő, másrészt pedig önök is láthassák, hogy ebből a kiáratból két görbe az, amit látunk. Ezek a görbék, ezek nem akármilyen görbék, nem árulok el nagy titkot, a közelülők jól látják, hogy ez a görbe már akkor is megvolt, mielőtt elindítottuk a kísérletet. Ami döbbenetes az, hogy az függetlenül attól, hogy milyen fordulatszámmal forgattam meg ezt a korongot, mindig ugyanazon a görbén fog végig haladni a golyó. Nézzük meg, hogy mi ennek az egésznek a magyarázata. Amikor az első dolog, amit észre kell venni, hogy a forgás tengelytől valamekkora kisebb távolságra indul a mozgás. Amikor én ezt kinyitom, akkor ezen a ponton lép ki a golyó, és onnantól fogva annak a golyónak már csak a surlódási erő lesz az, amelyik a mozgását be fogja folyásolni. Tehát, amikor innen kilép, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a kerületi sebessége vagy abba az irányba, vagy abba az irányba, attól függően, hogy melyik irányba forgott. Erszer omega lesz a kerületi sebessége, ezt a kerületi sebességet megtartva fog ő kifelé jönni. És tulajdonképpen ez a korong el fog fordulni alatta, és így alakul ki ez a görbe. Ugye ez szerintem teljesen világos. Most akkor gondolkodjunk együtt közösen. Ha azt mondanánk ennek a golyónak, hogy komám, ebből a pontból ne csak arra menjél, ahogy te neked idézve beszédből, hanem ezen az egyenesen menjél végig, akkor milyen körülmények között kéne neki végiglépni? Gondolják végigmenni, gondolják meg, hogy innen elindul, abba az irányba lép egyet kifelé, akkor az R, az egy delta R-rel növekedni fog, és az oldalirányú sebessége az növekedni kell. Ugye, tehát, hogy ha valaki kiszámítja, hogy innen a középponttól egészen a széléig hogy alakul a sebesség, akkor azt lehet látni, hogy az R-rel egyenes arányosságban van. Vagyis ahogy egyre kijebb és kijebb megyünk, egyre nagyobb és nagyobb lesz az érintőirányú sebesség. Ha ezt ő fölveszi, akkor ezt gyorsulásnak hívjuk, mert megváltozott a sebessége. Ez a sebességváltozás az úgynevezett Coriolis-féle gyorsulás, és a Coriolis-féle erő lesz az, ami ezt lehetővé teszi. Az a kérdés, hogy ezzel a Coriolis erővel miért kell foglalkoznunk, hol izgalmas ez, milyen körülmények között. Hát ugye az első, amit szeretnék elmondani, nagyon fontos, hogy a Föld az forog. Éppen ezért a Coriolis erő, ha megváltozik a kerületi kerületünknek a távolsága, akkor ez bizony gyorsulást, illetve mozgás befolyásolást fog szenvedni, hogy világosan értsék. Képzeljék el, hogy az egyenlítőről szeretnénk megcélozni mondjuk egy interkontinentális ballisztikus rakétával az északi sarkot. Ugye teljesen világos, hogyha kilövi az ember, akkor az érintőnél megtartja, hogy valakinek elképzelése legyen. Ha az érintőnél ezt a sebességet megtartva repül, akkor olyan nagyot fogunk tévedni, hogy az valami őrület, de itt akár már 10-20 kilométeren keresztül is már komoly céltévesztéseket lehet tenni, tehát mindenképpen érdemes ezeket tudni. Nagyon fontos az, hogyha például megnéz valaki egy toronydarut, a toronydarú, hogyha szabályosan működtetik, akkor egy időben csak egyirányú mozgást végez a teher, amit emelnek vele. Ugye itt a toronydarúnak a karja, a toronydarú miközben emel, a közben ebbe az irányba sem mozoghat, és nem is foroghat. Képzeljék el, hogyha mondjuk ebben az állapotában, itt kinti részen elkezd az ember forgatni, és közben befelé húzza, akkor az fog történni, hogy a toronydarúra rakott test az így előre fog lendülni.
Ha kifelé mozgatja az ember, akkor pedig hátra fog lendülni, és amikor oda megérkezik, akkor olyan lengést csinál, ami igen komoly baleseteket okozhat. Éppen ezért a toronydaruknak a kezelési előírása között az van, hogy forgás közben semmiféle más egyéb mozgást nem lehet végezni. Nagyon érdekes dolog az, hogyha valaki megnézi azt, hogy a Dunának a partja, mondjuk a Dunakanyartól egészen Mohácsig, nagyon izgalmas módon csak az egyik oldalát mossa, pontosabban az egyik oldalát jobban mossa a Duna. Ha megyünk lefelé, akkor a jobb oldalát. Ha úgy tetszik, akkor nézzék meg, Érdnél van egy nagy löszfal, aztán Kulcsnál van egy nagy löszfal, meg Paksnál van egy, ezek a Kulcsi az, amelyik rendszeresen meg szokott mozdulni, ott a házak csúsznak le róla. Ez azért van, mert miközben északról délre, tehát északról délre halad a Duna, nézzék meg, északról délre halad a Duna, itt kisebb a keleti sebesség, mint itt, és ezt az oldalirányú sebességváltozást pontosan a Duna egyik oldalának intenzívebb mosásával fogja elérni. Ha megnézik azt, hogy például a Vasút Történeti Múzeumban elmennek, akkor ott látnak mindenféle mozdonyfordítókat. Ezek a mozdonyfordítók is többnyire arra szolgáltak, hogy meg tudják fordítani a mozdonyt. Az egyik ok, hogyha északról délre megy lefelé, akkor az egyik irányú, az egyik oldali sínt jobban koptatja a mozdony. Tessenek utána gondolni, de nem csak a mozdony kopik, a mozdony kereke kopik jobban, hanem a vasúti kocsiknak a kereke is jobban kopik, ezért érdemes megfordítani. Döbbenetes az, hogy akár északról délre, akár délről északra mennek, mindig ugyanaz a sín fog jobban kopni. Ha van ismerősük a MÁV-nál, kérdezzenek rá, aki ilyen helyen vonatot sín cserélt, akkor az biztosan fogja érteni, hogy miről beszélünk. Most tartunk egy negyed órás szünetet. Köszönöm.